egyszerűen hazaáruló. Mondjak mást, nem elég? Úgy gondolom, hogy közgyalázat. Alapvetően ízléstelen volt. Ez egy tévút, ha ő benne ez megfogalmazódott, és még hogyha nem is őszinte, annak akkor se volt ott a helye. Magyar ember ilyet nem gondol, magyar ember ilyet nem érez. Az a magyar ember, aki ezt kimondja, akinek a lelkiismerete ezt hagyja kimondani, az az ember sose volt igazán magyar, és sose volt igazán szabad. Itt vagyunk Magyar Péter 56-os megemlékezésén, és arra voltunk kíváncsiak, hogy mit gondolnak az emberek Orbán Balázs 56-os megszólalásáról. Hát hazáruló kijelentés. Úgy gondolom, hogy közgyalázat. Gyáva, mint ahogy a fideszesek általában. Úgy adta elő, mintha ezek az emberek, ezek balekok lettek volna, akiket a felelőtlen magyar politika odadobott. Az életüket odadobta, elvesztegette. Ilyet magyar ember nem csinál. Ilyen kijelentése van, már rég le kellett volna mondani. A mai magyar kormány tanult azoknak a hibájából, megtanulta, hogy itt nem szabad ugrálni. Itt nem szabad csak úgy felelőtlenül odadobni az értékes magyar életeket. Ezt várta tőle Viktor, meg Putyin elvtárs. Sejtettem, hogy valószínűleg vagy belülről, vagy jobb oldalról fogjuk igazából ezt a kormányt eltüntetni. Szerintem eléggé felháborító. Ez szó szerint kijelentette azt, hogy ha megtámadna minket egy idegen ország, akkor mi nem harcolnánk, hanem csak átadnánk neki, ami szerintem a legnagyobb hazárulás, amit eddig a magyar történelemben valaha is hallottunk. Minden szar, vagyis rossz ebbe az országba. Hát azért vannak itt ennyi emberek. Mert nem lehet egy ilyen külhatalomnak így kiadni az országot. És biztos, hogy megsértett egy csomó embert, köztük olyanokat is, akiknek a felmenőik, vagy akár maguk is harcoltak 56-ban. Ez a gyalázatos. Ennyire nem szólhatott mellé. Tehát ez kritikán aluli. Ez egy tévút, ha ő benne ez megfogalmazódott, és még hogyha nem is őszinte, annak akkor sem volt ott a helye. Magyar ember ilyet nem gondol, magyar ember ilyet nem érez. Az a magyar ember, aki ezt kimondja, akinek a lelkiismerete ezt hagyja kimondani, az az ember sose volt igazán magyar, és sose volt igazán szabad. Friss kutatás szerint a Tiszapárt beérte a Fideszt. Mit gondolsz erről? Nagyon régóta vártunk erre a pillanatra. Az meglepett, hogy ennyire gyorsan sikerült, de nagyon boldogok vagyunk. Különben nem lennénk itt. Mi örülünk neki. És minek köszönhető ez? Sok mindennek. Meg tud szólítani olyanokat, akiket eddig nem tudott megszólítani a hatalom. Elment vidékre nyáron, amit szintén nagyon jól tett. Ha tetszett a videó, akkor mindenképpen lájkoljátok, kommenteljétek és írjátok meg, hogy mit gondoltok a témáról.